Na szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóval, és ezt szerintem már sokan vártátok, ugyanis ma egy újjáépítés lesz, méghozzá a Fradi csapatának az újjáépítése. És hát a Bundesliga 2-be tesszük most őket, nem nagyon volt más ötletem, hogy hova lehetne berakni a Fradit, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, és akkor majd egyszer följutunk, illetve megnyerjük a Bundesligát, meg a Bajnokok Ligáját, és akkor tök jó lesz. Úgyhogy, ja, viszont még mielőtt belekezdünk, hogyha esetleg még nem lennél feliratkozva a csatornára, akkor tedd meg, és nyomd meg a kis csengőt, ugyanis nagyon kevesen kapnak értesítéseket az új videókról, úgyhogy, ja, az egy fontos dolog. Na nyomjuk, kezdjünk bele, Fradi karriermód stadion igazából, hát átnevezzük, aztán ennyi, égyni. Tökéletes, 4 perc, euró lesz, világklasszis, mert még mindig szarul fifázok, aztán, ja. Na, szezon előtti téma, hát igazából legyen ez, nem fogjuk megnyerni, szerintem azt tuti. Meg kell nyerni a ligát, az is mondjuk elég kemény lesz, de jó van, akkor hát oké. Szerintem középhátvédet kell majd igazoljunk egyszer, az mindenképpen. És akkor az nem lesz rossz. Meg is van az első igazolásunk, aki nem más, mint Dárdai Márton, aki a Hertha csapatától érkezett 4 millió euróért, 69-es, 19 éves középhátvéd, egyből helye lesz a kezdőben. Dibusznak kifizették a release clause-át, 3,2 millió eurót, úgyhogy hát eligazolt, és én erről igazából nem is nagyon tudtam. Úgyhogy kell vegyünk egy kapust. Elég komoly nevet sikerült igazoljunk Diogo Costa személyében, aki 21 éves, 73-as ratingű, és 7 millióért érkezett a Porto csapatától. Jó potenciálja van, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mit tud alakítani. Igazából ugyanolyan értékelési, mint Dibus, csak egy 8-9 évvel fiatalabb. Úgyhogy mindenképpen fejlődés. Itt is vagyunk az átigazolási időszak utolsó pillanataiban, és hát más már nem nagyon fog történni. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit sikerült alkotnunk. 11 milliót költöttünk Dárdaira, illetve Kosztára, és 6 millió érkezett. Dibus, Sigér, illetve Szomália volt a három távozónk. Úgyhogy, ja, hát a West Brom tőlünk próbált erősíteni két idősebb középpályással, az mondjuk érdekes, de mindegy. Egész jó átigazolási időszak volt, mondjuk arra nem számítottam, hogy Dibus elmegy, de helyettesítettük Costával. Úgyhogy, ja. Na, nézzük, hogy mi van januárban. Itt is vagyunk január 1-én, és vezetjük a bajnokságot igazából. Igaz, csak egy ponttal, de vezetjük a bajnokságot. Úgyhogy nem állunk rosszul jelen pillanatban. A kupából kiestünk, méghozzá a Hamburg búcsúztatott minket, de jól állunk nagyon. A kezdőcsapatunk így néz ki, igazából hát vannak fejlődések, meg vannak nem túl nagy fejlődések, de például Costa 2-t fejlődött, aztán Csivics 2-t fejlődött, Dárdai is 2-t fejlődött, Vingo 3-at például, aztán ki van még, aki fontosabb. Itt van Gavrić, ő is 2-t fejlődött, ő még fiatal. Zubkov 4-et, vagy 3-at, bocsánat, Santo 2-t, Voli 1-et, Mai 1-et, és kölcsönjátékosunk is 2-t, úgyhogy nem vagyunk rosszak. Zubkov lövi a legtöbb gólt eddig, Uzoni is azért lövöldözi. Egész jó teljesítmény eddig a srácoktól. Meg is van az első szerzeményünk januárban, Maximilian Bauer, aki 1,5 millióért, illetve Blažićért cserébe érkezett a csapathoz, 70-es és 21 éves játékos, úgyhogy szerintem jól jártunk vele. Egyből kerül is a kezdő csapatba, mindent Bali helyére, pedig gyönyörű szépen a padra. Úgyhogy, hát nem nézünk ki rosszul, már mindenki tényleg 70 fölött van, mondjuk eddig is az volt. Nem tudom, hogy
lesz-e még valami erősítés, meglátjuk. Meg is van a következő és egyben valószínűleg utolsó igazolásunk, nem más, mint Amad Diallo, aki a Manchester United csapatától érkezett, és 69 és 19 éves szélső játékos. Ő azért elég nagy potenciálra rendelkezik, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy Zubkovot mikor tudja majd kiszorítani. Na, itt is vagyunk az átigazolási időszaknak a végén, srácok, és hát eladtuk Kovácsevicset, Bauer érkezett, Diallo érkezett, és ennyi történt. Úgyhogy semmi extra. Jöhet a szezon vége. Itt a szezon vége, és hát meglepő eredmény, ugyanis tartottuk az első helyünket gyönyörű szépen, és megnyertük a bajnokságot, amire megmondom őszintén nem számítottam. Tehát én nem gondoltam, hogy egyből följutunk, de hát örülni kell neki mindenféleképpen, és irány a Bundesliga. Nézzük meg, hogy milyen csapattal sikerült elérni, így néz ki a kezdőnk. Nem rossz egyáltalán, de nézzük meg kicsit részletesebben. Costa 4-et fejlődött, úgyhogy ő mindenféleképpen egy nagyon jó igazolás volt. Aztán Csivics, vagy nem is tudom, hogy ejtik igazából, 4-et fejlődött. Cabrera is 4-et fejlődött, úgyhogy nem rossz. Bauer sajnos csak 1-et fejlődött. Még annyira talán nem volt jó igazolás, na mindegy. Dárdai 4-et fejlődött. Aztán Vingo is 4-et fejlődött, ez mondjuk elég durva azért. Lonkár 3-at, Lajduni 4-et. Aztán ki volt még, aki sokat fejlődött. Itt van például Gavrić, aki még mindig csak 21 éves és 5-öt fejlődött. Lehet, hogy a következő szezonban valahol a féltávnál ki fogja szorítani Uzunit. Na mindegy, meglátjuk. Aztán Zubkov 4-et fejlődött, Diallo 4-et fejlődött, úgyhogy lehet, hogy ő is pályázik Zubkov posztjára. Santo Regő 5-öt fejlődött, úgyhogy alig játszott egyébként. És igazából így ennyi nagyjából a dolog. Úgyhogy nem tudom, hogy a következő szezonban hova kéne igazoljunk. Szerintem egy középhátvéd kell majd, illetve lehet, hogy egy csatár. De majd meglátjuk. Viszont akkor szerintem kezdjünk is bele a második szezonunkba. Meg is van az első igazolásunk, aki csatár posztra érkezett, Armando Broja személyéről van szó, 9 millióért vettük meg a Chelsea-től, 73-as, 20 éves, úgyhogy Boli helyére pont jó lesz. Következő igazolásunk középhátvéd posztra érkezett, 11 millió euróért a Freiburgtól, ő nem más, mint Nico Schlotterbeck, aki 75-ös és 22 éves. Úgyhogy fiatalítunk és erősítünk egyszerre. Eddig két nagyon jó igazolás érkezett. Két nagyon tehetséges fiatal játékos érkezett free agentek közül, az egyik nem más, mint Laurent Caron, 17 éves, 70-es középhátvéd, a másik pedig Aitor Cortes, aki 18 éves right back és 69-es értékelésű, úgyhogy hát eléggé nagy tehetségek érkeztek most, és ahogy láthatjátok, elég sok fiatal játékosunk is van. Úgyhogy van potenciál ebbe a csapatba. Itt is vagyunk az átigazolási időszaknak az utolsó pillanataiban, és sok minden már nem fog történni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi volt eddig. Nagyon nagy játékos mozgások voltak, mint például elment Marco Marin, aztán Robert Mack, aztán Bogdan, Santo Regő kölcsönbe, Besic eligazolt, Maé eligazolt, Caron érkezett, Cortes érkezett, Maé eligazolt, Dvali eligazolt, Schlotterbeck érkezett, illetve Broja érkezett, úgyhogy 4 érkező és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 végleg távozó. De jól néz ki a csapatunk, és mindenki szépen fejlődik, és jól is teljesítenek eddig a srácok, ugyanis 3 meccs alatt 6 pontot szereztünk. Nézzük, hogy mi lesz januárban. Újabb minőségi fiatal szerzemény érkezett a csapatba, Yassin Adli személyében, aki 22 millióért érkezett a Milán csapatától, 78-as, 22 éves középső középpályás, és egyébként itt vagyunk január 1-én, és 7-ek vagyunk a bajnokságban jelen pillanatban, ami azért elég durva.
Úgyhogy valószínű kiesni nem fogunk, ez a cél, hogy ne essünk ki, úgyhogy szerintem ez össze fog jönni viszonylag könnyedén. És esetlegesen még akár egy európai kupa szereplést is összehozhatunk valahogy. Hát kíváncsi leszek. A kupában kiestünk a harmadik fordulóban a Dortmund ellen. Hát ez ilyen. Viszont nézzük is meg, hogy fejlődnek a srácok. Costa már lassan 80-as, aztán igazából Schlotterbeck 2-t fejlődött, Dárdai 3-at. Tokmakkal az a baj, hogy már öregszik, és ő nem nagyon fejlődik, úgyhogy a következő szezonban szerintem azért ő le lesz cserélve. Uzuni 2-t fejlődött, Gavrić 3-at, Zubkov 3-at, Diallo 2-t, Santo is 3-at, Broja 2-t, úgyhogy elég király fejlődések és teljesítmények vannak itt a fiatal játékosoktól. Uzoni és Zubkov lassacskán azért ki lesz szorítva szerintem, de reméljük, hogy sokáig tudják magukat tartani ez a fejlődéshez, amit csinálnak, és akkor nem is biztos. Átigazolási időszak utolsó órái, nézzük is meg, hogy mit alakítottunk most. Lajduni eligazolt, aztán Adli érkezett, Bennett érkezett, ő igazából csak úgy jött, mert hogy a vezetőségnek is elégedetnek kell lennie, illetve Vingo távozott az Augsburgba, úgyhogy nagyjából így ennyi történt. Semmi extra, csapat ilyen, úgyhogy fejezzük be a szezont. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez hogy történt, de negyedikek lettünk a bajnokságban, ami hát bajnokok ligája legalább selejtezőt ér, úgyhogy hát az komoly lesz, az nagyon komoly lesz. Megvan az első 80-as játékosunk, ó, ketten is vannak, Adli illetve Costa, úgyhogy ennek örülünk, viszont nézzük meg a srácokat akkor. Costa 80-as ugye, 3-at fejlődött, aztán Schlotterbeck 4-et fejlődött, elég jó igazolás volt, Dárdai is 4-et fejlődött, aztán Adli 2-t fejlődött, Uzuni 3-at, Gavrić 4-et, és elég sokat is játszott. Aztán Zubkov szintén 4-et fejlődött, és ő lett a gólkirály valószínű. Diallo 3-at fejlődött, Santo Regu, jól teljesít kölcsönben, Broja 4-et fejlődött, Boli pedig 1-et. Úgyhogy jó, a gólkirályunk az Zubkov lett. A gólpassz királyunk pedig, ha jól látom, akkor Tokmak. Ja, jól van. Én a mondó vagyok, hogy vágjunk bele a harmadik szezonba. Na, hát meg is van az első igazolásunk itt a harmadik szezonban. Nem más, mint Alexis Claude Maurice, aki 35 millióért érkezett, és 40 és feletére fölment a potenciálja egy kicsit. 82-es értékelésű támadó középpályás, egyből Tokmaknak a helyére jön is be a csapatba, illetve itt van egy Robert nevezetű pali, aki 19 éves, 73-as, ő is most érkezett, free agent volt, úgyhogy, ja. Tokmak meg valószínű, hogy távozni fog a csapattól. Na itt is lennénk igazából az utolsó pár órában itt az átigazolási időszakban, Tokmak, illetve Karaisvili eligazoltak, Claude Maurice érkezett, illetve Robert is érkezett, úgyhogy két támadó középpályás cserélt lényegében helyet. Azaz két-két támadó középpályás. Elég jó biznisz volt szerintem. Itt is vagyunk januárban, és hát most annyira nem teljesítünk jól, mint az előző szezonban. Jelenleg 9-ek vagyunk a bajnokságban. Kupából kiestünk méghozzá a második fordulóban. Viszont ami a BL-ben történik, az nagyon durva. Ez nagyon durva. Ez mi? Ilyet én még nem láttam. Tehát azért valljuk be, nem erős annyira a csapatunk, hogy a Barszát és a Milánt is megverjük, de megtörtént. Megvertük a Barszát és a Milánt is. Tehát mindenkit egyszer megvertünk, és egyszer x-eltünk velük. Nagyon durva. Az ellenfelünk pedig a City lesz, hát valószínű kiesünk majd. Na de nézzük is a csapatot. Costa 2-t fejlődött, Schlotterbeck 1-et csak, aztán Dárdai 2-t, ő még mindig nagyon jól fejlődik, Cortes lassan utoléri Botkát,
ami igazából nem árt, mert ő már korosodik. Aztán igazából Adli egyet fejlődött, Claude Maurice 2-t, az elég jó. Uzuni 80-as, Gavrich 78-as, nem győzi a fejlődést a fiú. Zubkov 80-as, bár ő most elég hosszú ideje sérült, és Diallo kezdi utolérni. Broja 2-t fejlődött, és hát igazából így ennyi. A gól királyunk Uzuni, a gólpassz királyunk pedig Adli. Igazából ennyi. Na itt is vagyunk az átigazolási időszak utolsó 10 órájában, és hát nem történt semmi. Úgyhogy ez most unalmas volt, de jöhet a Bajnokok Ligája kiesés és szakasza, aztán meglátjuk, mi lesz. Most, ha minden igaz, akkor már nincsenek idegenben lőtt gólok, úgyhogy hát így jártunk, illetve Claude Maurice eltiltott, vagy sérült, vagy valami van vele. De ettől függetlenül 3-2, annyira amúgy az nem is rossz, Broja, illetve Dárdai. Kíváncsi leszek a hazai meccsre. Na nézzük is igazából, kíváncsi vagyok. 3-0, jó, várható volt, azért valljuk be. Elég szépen kikaptunk. Tehát az is csoda, hogy eljutottunk idáig egyáltalán, te jó Isten. Nagyon durva. Vége a szezonnak, és hát ez most nem volt annyira jó, mint az előző. Összességében 9-ek lettünk, közel voltunk egyébként az európai kupa szerepléshez ismételten, de hát sajnos nem sikerült. Majd talán a következő szezonban összejön. Hát igazából más nem nagyon volt, amit eddig nem láttatok. A kezdőcsapat ilyen jelenleg, Claude Maurice nagyon durván megsérült, 6 hónapra dőlt ki. Viszont Diogo Costa 84-es, aztán Schlotterbeck 81-es, Dárdai 79-es, Adli 82, Claude Maurice hát ugye 83-as, egyet már vissza is fejlődött sajnos. Aztán Broja 80-as lett, és nagyjából ennyi, amit érdemes tudni jelenleg a csapatról. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy vágjunk is bele a következő szezonunkba. Elkezdődött a szezon, és az első érkezőnk egy 18 éves horvát srác, aki nem más, mint Anto Stepanić, Stepinac, bocsánat. Na, szóval, hogy egy regen. És 78-as értékelése van a faszinak, ami azért eléggé durva, valljuk be, 18 évesen. Nagyon kemény. Nagyon-nagyon kemény. Egyértelműen szerintem kezdő is lesz majd Lankár helyett. Ismételten 2 darab új igazolás érkezett, akik szintén fiatalok és free agentek. Az egyik a 16 éves 71-es értékelésű Bogdan Juric, a másik játékos pedig a 17 éves spanyol Alfonso Salinas. Elég komoly játékosok. De ők most igazából mennek is kölcsönbe, úgyhogy nem sokat maradnak. De a jövőben még lehet, hogy jók lesznek. Most már azért végre valakiért adtunk egy kis pénzt is. Dwayne Rensch érkezett 25 millióért a Manchester United-től. 21 éves, 79-es right back, úgyhogy hát igazából Botkának a helyére érkezik, aki már 29 vagy 30 éves. Szóval, ja, érik a csere, érett a csere. Lassan vége az átigazolási időszaknak, és hát történtek dolgok, mint például Juric kölcsönbe ment a West Hamhez, Salinas a Rómához, Botka a Sassuoloba igazolt, aztán ugye Rensch érkezett, Stepinac érkezett, és így ennyi. Úgyhogy igazából jöhet január. Elérkeztünk a szezonnak a feléhez, és jelenleg 7-ek vagyunk, ami annyira nem rossz. Reméljük, jobb is lesz még. Csapat így néz ki, nem nagyon volt sok fejlődés, mondjuk Diogo Costa 87-es, az mondjuk durva azért. Viszont hát a többiek nem nagyon fejlődtek, Rensch még 2-t fejlődött, ami nagyon jó. Illetve Stepinac 1-et csak.
Aztán, ja, Uzuni mondjuk 3-at fejlődött, ami elég durva, Diallo 1-et, és Broja pedig 2-t. Úgyhogy ennyi, nagyjából. Január vége van, és igazából tudtommal semmi nem történt, így is van. Igazából 19 milliónk van, amivel hát sok minden nem tudunk kezdeni már, hogy ezt a csapatot erősítsük, úgyhogy hát most így marad. Nincs mit tenni, nézzük a szezon végét. Januárhoz képest azért eléggé sokat mozdultunk előre. Második helyen fejeztük be a bajnokságot. A kupában igazából nem jutottunk túl sokáig. A negyed döntőkig. Úgyhogy ennyi. De másodikak lettünk a bajnokságban, ami nagyon jó. És egy kicsit azért fejlődtek a játékosok is. Úgyhogy végre Dárdai is elérte a 80-as értékelést. Rens nagyon sokat fejlődött, úgyhogy egy bombaigazolás volt. Illetve Adli is fejlődött egyet, Stepinac is elérte a 80-at. Aztán Claude Maurice 84-es, Uzuni 83-as, ugye ő maradt 83-as, Diallo 81-es, illetve Broja is még egyet fejlődött azóta, sőt Zubkov is, úgyhogy tök király a dolog. A gól királyunk Diallo lett, a gólpassz királyunk pedig szintén Diallo. Az jó. Végre szereztünk egy kis gempát, és tudunk igazolni talán értelmes játékosokat. Jaj, de jó! Meg is van az eddigi legnagyobb igazolásunk talán, aki nem más, mint Mikolenko, aki a Barca csapatától érkezett 46,9 millió euróért cserébe, 83-as 26 éves leftbackről van szó, aki Csivicset fogja váltani. Gyönyörű szépen. Pak-pak. Csodálatos. Mindenki 80 fölötti a csapatban. Vége is az átigazolási időszaknak, és nézzük is meg, hogy mi történt. Cabrera eligazolt, Zachariasen eligazolt, Juric kölcsönbe ment, Santo kölcsönbe ment, Robert eligazolt, Mikolenko érkezett, illetve Lonkár eligazolt. Úgyhogy több volt most a távozó, mint az érkező, maradt is még egy kis pénzünk, úgyhogy januárban szerintem ott lehet, hogy közép-hátvéd poszton fogunk változtatni, Dárdait kéne lecserélni, ő a leggyengébb jelenleg a csapatban, úgyhogy majd megnézzük, hogy mit tehetünk az ügy érdekében. Új igazolásunk van, méghozzá Ibrahima Konaté, aki a Bayern csapatától érkezett, 55 millió euróért cserébe, 85-ös, 26 éves középhátvéd, és Dárdait még be se kellett érte áldozni. Úgyhogy nem rossz. Egyébként pedig itt vagyunk januárban, és így néz ki a kezdő csapatunk, amivel jelenleg a harmadik helyet foglaljuk el a bajnokságban. Úgyhogy elég jók vagyunk idén. A kupából kiestünk hamar a második körben. A VL-t azt nem tudom, hogy sikerült abszolválni, de tovább jutottunk második helyen a PSG mögött. És az Atletico Madrid lesz az ellenfelünk. Hát nehezebb dolgunk nem is lehetett volna igazából, tök jó. Viszont lassan 90-es lesz Diogo Costa, Mikolenko még nem fejlődött, Schlotterbeck egyet fejlődött, Konaté ugye most érkezett, Dárdai egyet fejlődött, Rens 3-at fejlődött, már 87-es, aztán Adli nem fejlődött, Stepinac, akinek hihetetlen hülye neve van, 2-t fejlődött, Claude Maurice nem fejlődött, aztán Uzuni 2-t fejlődött, Diallo is 2-t fejlődött, és Broja fejlődött még 1-et. Úgyhogy jól nézünk ki nagyon. Vége is az átigazolási időszaknak, és hát ennyi történt. Konaté érkezett. Úgyhogy jöhet a BL kiesése szakasza. Itt is vagyunk, az Atletico Madrid ellen fogunk játszani. Hát jobb csapat, de meglátjuk. 1-1 a hazai mérkőzés. Stepinac a gólszerző nálunk. Na nézzük a visszavágót, idegenbe játszunk. 2-2 és büntetőkkel tovább jutott az Atleti. Hát ez csodálatos. Elérkeztünk a szezon végéhez, és 15 darab döntetlent játszottunk. Nagyon-nagyon durva. Ez hihetetlen sok, ez lehetetlen, hogy ennyit döntetlent játszunk. Brutális. Nagyon rossz. 5-ek lettünk, az szerintem Európa Liga. Úgyhogy cseszhetjük. Na mindegy.
kupából hamar kiestünk, ugye azt mutattam. És hát az Atleti pedig ott van a döntőbe. Az mondjuk azért szép tőlük. Itt a kezdő csapatunk. Egész szépen fejlődtek most a srácok. Nézzük is meg. Azt mondja, hogy Mikolenko fejlődött egyet. Konaté nem fejlődött mondjuk. Dárdai 82-es. Az tök jó. French 88-as. Aztán Adli 84-es. Stepinac 84-es. Claude Maurice 85-ös. Uzuni 86-os. Diallo 83-as. És Broján 85-ös, a gól királyunk pedig Diallo lett, a gólpassz királyunk pedig Claude Maurice. Jó, kezdődhet igazából a következő szezon, ami hát az Európa Ligában fog telni valószínűleg. Na hát a nem is tudom hány milliómodik szezonunk elején végre volt pénzünk Szoboszlaira, aki hát 130 millióba került, úgyhogy ráment az összes keretünk. De megvettük a Valenciából, úgyhogy hát itt is van, 95 milliót ér, 87-es és 25 éves. Úgyhogy ő lesz a kezdő támadó középpályásunk innentől kezdve. Szoboszlai mellett pedig két free agentet is igazoltunk, az egyik nem más, mint Andrade, aki 19 éves left back, 18, bocsánat, és már 80-as értékelésű. A második pedig Gomes, aki Cristiano Ronaldónak a regenje, 79-es és 17 éves, úgyhogy ide Baturina helyére jön is cserének. Szóval eddig nagyon megy az átigazolási biznisz, még egy darab középhátvéd kell majd. Azt pedig valószínű Claude Maurice eladásából fogjuk tudni fedezni. Meg is van az új középhátvédünk, aki nem más, mint Alessandro Bastoni, 87-es, és a Leverkusen csapatától érkezett, úgyhogy meggyengítettünk szépen egy riválist, ami nekünk tökéletesen kapura is jött igazából, és egy Dárdai helyére szépen be is jöhet a kezdő csapatba Bastoni. Jelenleg így nézünk ki, hát igazából Adli 25 éves, ő nem biztos, hogy sokat fog már fejlődni, majd meglátjuk, azért Stepinac eléggé sokat tud még fejlődni, Mikolenko nem biztos, 25 vagy 27 éves, viszont ott van Andrade azért. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre jól néz ki a csapat, ezzel BL-t biztos elérünk ebben a szezonban. Itt is vagyunk az átigazolási időszak utolsó pillanataiban ismételten, jó sokat szorra. És nézzük is meg, Varga igazolt-el, Csivics igazolt-el, Baturina igazolt-el, Bastoni érkezett, Claude Maurice 100 millióért eligazolt, Gyurics kölcsönbe ment, Szoboszlai érkezett, Gomes érkezett, illetve Andrade érkezett. Úgyhogy minőségi igazolások és kevésbé fontos távozók. Januárban eddig másodikak vagyunk, viszont megint sok az X, úgyhogy én nem tudom, ezeket a srácokat inkább a Serie A-ba kéne eladni, vagy nem tudom, mit kéne velük csinálni. Na mindegy, a kupában még, ha jól tudom, versenyben vagyunk, így is van. Illetve van nekünk egy Európa Ligánk, ahol szintén tovább jutottunk, ha minden igaz. Így is van, elsőként a csoportból, de hol vagyunk? Vagy ez most mi? Kezdőcsapat így néz ki, beraktam Andrádét left-backbe, hát ha többet tud fejlődni. És egyébként fejlődött is. Az első 90-es játékosunk Diogo Costa, a kapus, akit az első szezonban vásároltunk, úgyhogy ő elég sok ideje velünk van már. Andrade 2-t fejlődött, Mikolenko 1-et, Bastoni is 1-et, Konaté mondjuk nem fejlődött, Dátai 1-et fejlődött, Rens se fejlődött most, Adli 1-et, Stepinac 1-et, Szoboszlai 1-et, Uzuni 2-t, 31 évesen, az azért elég durva. Aztán Diallo 1-et, Zubkovics 1-et, az jó. Broja 1-et, és Gomes is 1-et, úgyhogy hát így nézünk eddig ki. Uzuni a gólkirályunk, és a gólpassz király pedig Adli. Így is van. Jó, hát nézzük meg a szezon végét. A videóban először, ugye a sokadik szezonra sikerült megnyerni a bajnokságot, ami egy elég nagy szó szerintem. Annyira nem is volt vészes ez a sok X.
úgyhogy örülünk neki. Egész szépen simán bajnokok lettünk, kupából kiestünk, illetve az Európa Ligát se sikerült megnyerni, ugyanis a Milán kiejtett minket itt a negyed döntőkben. De hát ez van, pedig utána amúgy elég könnyű dolgunk lett volna, szétvertünk volna szerintem mindenkit elég könnyen. Na mindegy, ez most így sikerült. Hozta még mindig 90-es, Andrade nem fejlődött túl sokat, Bastoni viszont 2-t fejlődött, ami nagyon jó, Konaté 1-et se, Rens 1-et fejlődött, ők maradtak, Szoboszlai fejlődött 1-et, 18 gólja lett a végére, ami elég jó. Aztán Uzuni megsérült, úgyhogy már csak 87-es sajnos. Diallo még egyet fejlődött. És... Gomes 3-at fejlődött a szezonban, az jó. Szóval eddig így ennyi. A következő szezonban viszont megyünk és BL-ben fogunk szerepelni. Na, hát... van egy olyan csatárunk, aki szerintem minden... ez is hozzá fog minket segíteni. 250 millió euróért igazoltuk le Erling Haalandot, 93-as 27 éves játékos. Jó, meggyengítettük a Dortmundot. Broja eligazolt, és az ő helyére igazából Haaland érkezik. Úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mit fogunk tudni kezdeni ezzel a csapattal. Na, hát vége az átigazolási időszaknak, és igazából ennyi történt. Broja 180-ért elment, Haaland 250-ért érkezett. Jó biznisz volt szerintem. Elérkeztünk januárba, és meg is van az első igazolásunk. Matthijs de Ligt, 90-es, 28 éves játékos, 100 millióért érkezett a Juventustól. Ugyanis Konaté, amióta hozzánk igazolt, egyetlen egy fair ratinget sem fejlődött. Ezért úgy döntöttem, hogy kell valaki jobb. Úgyhogy eladtuk Konatét, és jött De Ligt. Viszont vezetjük a bajnokságot, ami eddig tök jó. Kupából kiestünk azt hiszem az első meccsen, vagy nem is tudom hol. Így is van. Ja nem, a második meccsen. Jó. Ezt nem tudom miért nyomom ki mindig. Illetve van nekünk egy bajnokok ligájánk, ahol tovább jutottunk, és pont a Juventus ellen fogunk játszani. Úgyhogy... ja, így nézünk ki jelen pillanatban. Nézzük a csapatot. Costa 90-es, Mikolenko 86, Andrade 84, de sokat játszik Andrade. Bastoni 90, De Ligt 90, aztán Rens 90, Adli, illetve Stepinac 86, Szoboszlai 90, Uzuni 87, Diallo 87, és Haaland 93. Úgyhogy mindjárt össze is számoljuk, összesen 2, 4, 6 darab 90 pluszos értékelésű játékos van a csapatban, amivel azért már illene megnyerni a BL-t. Az átigazolási időszaknak vége van, nézzük is meg, hogy mi történt. Igazából Konaté távozott, De Ligt érkezett, úgyhogy ismét egy ilyen játékos csere volt, mint nyáron. Viszont akkor nézzük is a bajnokok ligáját. Itt is vagyunk, Juventus idegenben, Szczęsny még mindig a kapuban áll, már szerintem 80 éves, de ez nem zavar senkit, igazából nem gyenge ez a Juve. Nézzük. 4-1, jó, hát Haaland, illetve Szoboszlai és Adli. Ez úgy néz ki, hogy megvan. Jöhet a visszavágó mérkőzés, Quicksim, nézzük is. 1-0-ra nyert a Juve, de ez minket annyira nem érdekel. Hát a következő ellenfelünk nem kisebb csapat, mint a Barcelona gárdája. Nem néznek ki rosszul, mondjuk Coutinho már 800 éves, az biztos. A többiek pedig elég nagy nevek azért. Jaj, na nézzük. Léci, srácok. Léci. 1-0. Jó, Szoboszlai. Az addig jó. Idegenben is legyen valami hasonló. Oké, ugyanaz kb. A kezdőjük, nekünk is.
Nézzük, hogy mit tudnak kihozni belőle a srácok. 2-2, jó, tovább jutottunk. Szoboszlai még hibázott is egy büntetőt, de előtte helyette két gólt, jól van. Hú, elődöntő következik. Jó, hát Atletico Madrid lesz az ellenfelünk. Idegenben kezdünk, nézzük. Léci srácok. 2-1, nagyon jó. Idegenbeli gól mondjuk nincsen most már, de nagyon jó, hogy idegenben meg tudtuk őket verni. Hazai mérkőzés. Hát én nagyon izgulok, én oda sem merek nézni. 4-4. Az durva azért. Rendes játékidőbe kikaptunk. Ja. Szoboszlai vert 2-t, és Dárdai Marci. Hát ez mekkora forma ez a pali. Bejuttatott minket a BL döntőbe a 120. percbe az Atletico Madrid ellen. Jó! Ez nagyon durva. Az szép volt, Dárdai. Azt a mindenit. Döntőbeli ellenfelünk a Valencia csapata lesz, Armando Broyával a támadó sorban, akit ugye tőlünk igazoltak, és nálunk pedig kidőlt Diallo, úgyhogy Zubkov fog játszani. Úgyhogy hát nem sok, de kettő játékos van a kezdőnkbe a BL döntőben az eredeti Fradiból, ami azért valljuk be elég komoly, illetve hát a tartalékok között Szántó Regő még szerepet kap, de ó, meg Gavrics is itt van, akkor négy játékos van összesen a keretbe, Cortez helyett még Szántó följelt a padra. Jó, akkor összvisz négy fradista az, aki pályára léphet, kettő biztosan pályára is fog lépni a BL döntőben. Viszont akkor kezdjünk is bele. Itt is vagyunk, ő kicsoda. Nem tudom, hogy kicsoda, de jönnek a csapatok, és igazából Adli vezeti ki a Fradit. Jó, ez minket annyira nem érdekel, kezdjünk bele, és nyerjük meg. Adli, és Szoboszlai. Szoboszlai... Jó, ebbe baj lehet. Ebből nem lett még baj, óriási. Costa. Jó, Haaland, Uzuni. Szoboszlainak. Szoboszlai megszerzi a vezetést. 1-0 a Bajnokok Ligája döntőjében. Csodálatos. Hanyadik perc? 28. perc. Uzuni. Uzuni. És bevágja. Na, hát ezért is kellett volna, hogy kapja a karszalagot. Ugyanis már van egy gólja, illetve egy gólpassza a BL döntőben. Mirta Uzuni. Csodálatos. Zubkov kapta, vagy Zubtov, na, Zubkovtól kapta a paszt. És gyönyörű szépen beverte. Itt az első félidőnek a vége. És 2-0-ra megyünk eddig. Haaland jól néz ki amúgy Fradi mezbe. Talán majd egy 20 év múlva, amikor úgy érzi, hogy öregszik, akkor levezetni ide jön. Kétlem, de nem mindegy. Fej. Dárdai. Dárdai! Most jött fel, és egyből gólt is lőtt. Hoppá. Jó csere volt, azt hiszem. Igazából. Nézzük meg ezt még egyszer, már elég fura volt azért. Szóval, hogy ott úgy elcsúszott a labda, Dárdai pedig teljes mértékben nullszögből beverte. A Gájának adták. Pedig bepattant volna az a kapuba, nem? Szegény Dárdai, elvettek tőle egy gólt. Na mindegy, a kupát majd fölemelheti, szerintem azért az elég nagy vigasz lesz érte. És itt is van a mérkőzés vége. A Fradi megnyerte a Bajnokok Ligáját. Megcsináltuk, gyerekek, Dárdai pedig örül, és mindjárt át is veszi a trófeát. Úgyhogy nézzük is csak végig. Érkeznek is a srácok, itt van például Haaland, aki hát ezen a mérkőzésen sokat nem csinált igazából, de legalább volt, és eljuttatott minket a BL döntőig. Dárdai pedig felemeli a serleget. Így is van. Jó, jegyezzétek meg, mert ilyet az életben nem fogtok látni. Valószínűleg. Aztán ki tudja. Szép volt. Nagyon szép volt. Na hát azon kívül, hogy megnyertük a BL-t, hát a bajnokságban csak másodikak lettünk. Kupából pedig viszonylag hamar kiestünk, úgyhogy nincs értelme megnézegetni, viszont nézzük meg a srácokat. Itt a kezdőnk,
Elég jól néz ki azért. És nézzük is meg, hogy ki hogy teljesített. Diogo Costa hozta a szokásos formáját, 91-es már. Mikolenko és Andrade megosztoztak itt a játékidőn, aztán Bastoni szinte minden meccsen pályára lépett. De Ligt ugye szezon felénél érkezett, ha jól tudom. Darda is játszott azért. Aztán itt van Rens, aki 91-es. Adli 87-es. Stepinac 88-as, akinek biztos, hogy rosszul mondtam egész videóban egyébként a nevét. Na mindegy. Szoboszlai 90-es, 31 gólja volt ebben a szezonban. Az durva azért. Uzuni. Hát ő nem lőtt sok gólt. Na mindegy. Diallo 88-as, ő is elég jól teljesített. Illetve itt van Haaland, aki 28 gólos. És 93-as. Gomes pedig 84-es. Jó, nézzük meg a gólkirályt. Egyértelmű szerintem Szoboszlai, illetve az assziszt király is Szoboszlai lett. Úgyhogy megvan a szezon embere. Jó igazolás volt ő is egy-két szezonnal ezelőtt. Legtöbbet kiér? Haalandon kívül nyilván. Ja, Haaland a legértékesebb, aztán Szoboszlai, Rens. Jó sok játékosunk van, aki 100 millió fölött van. Na mindegy, ennyi lett volna igazából, srácok, ez a kis Fradi újjáépítés. Hát remélem, hogy tetszett, nagyon sok meló volt vele, már a felvétellel is, a vágással még több lesz, úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek volna meg, illetve iratkozzatok fel, hogyha nem lennétek, hogy hasonló videókat lássatok a csatornán, és ne felejtsétek el bekapcsolni a kis csengőt ott a feliratkozás gomb mellett, ugyanis, hogyha értesítést kaptok, akkor minél hamarabb meg tudjátok nézni a videót. Viszont, ja. Hát ennyi lett volna mára. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok!